Július 12-től Kenyában rendezik meg az atléták ifjúsági világbajnokságát. A Sporták Honi Szövetsége úgy döntött, hogy a rendkívül bizonytalan politikai helyzet miatt nem küld csapatot az afrikai országba. A szombathelyi dobóeses sportolói közül Varga Donát, Németh Zsanett és Szabó Anett vett volna részt a versenyen. Az zuhanyhíradóba terjedt, hogy nagyon sok ország szándékozik a visszalépni, és nagyon sokáig úgy volt, hogy megyünk, de a külügyminisztérium tájékoztató levele után az elnökség, aminek magam is tagja vagyok, úgy döntöttünk egy hangú szavazásra, hogy mégsem veszünk részt ezen az eseményen. A dobos sportolói ugyan csalódottan vették tudomásul a döntést, de megértették, hogy az a biztonságuk érdekében történt. Nagyon rosszul esett, amikor először ezt megtudtam, de hát sokkal jobb így, hogy ugye most nem megyünk, mert legalább biztonságban vagyunk, de hát azért nagyon rossz. A három szombathelyi fiatal közül ketten is éremesélyesként utaztak volna Kenyába, itt számukra óriási csalódás a magyar korosztályos válogatott visszalépése. Igazából nagyon rosszul érintett, mert számomra ez nagyon nagy cél lett volna, például dobogós helyezéssel érek haza, és nem szerettem volna ott lenni, és megmutatni, hogy igazából mire vagyok képes. Németh Zsolt tanítványai számára ez lett volna az utolsó lehetőség, hogy az ifik között mutassák meg tudásokat, felkészültségüket. Ezt követően már a junior korosztályban bizonyíthatnak.